Nyírkarász határában pár héttel ezelőtt még építési törmelék, szekrényfiókok és kibontott ajtók, valamint bezacskózott szemét csúfította a település látképét. A nagy mennyiségű hulladékgyűjtési és kezelési probléma 2019-ben kezdődött. Mivel a faluban nincs hivatalos kijelölt gyűjtőpont, az egész megyében pusztító hatalmas vihar után egy ideiglenesen kijelölt területre hordhatta a lakosság a megbontott házak törmelékeit. Ez azonban sajnos nem maradt ideiglenes hely. A lakosság beindult és oda szállította a törmeléket, valamint nem igazán nyíkarászi lakosokra mondanám, de nagyon sok a illegális szemétlerakás. Nem csak Nyíkarász területén, hanem itt a környező településünkön, ha az utak mellett végigmegyünk, akkor is. És Nyíkarászra jellemző, hogy itt a lakosok is azért öntudatosan próbálnak, ha ezt lehet annak nevezni, mert egy helyre hordták a hulladékot, tehát nem az, hogy szétszórtuk a települések, egy helyre lerakták, már hiába mondtuk, hogy ne vigyenek többet, ennek ellenére mindig szaporodott ez a hulladék. A Tisztítsuk meg az országot lehetőségével éltek, és közel 7,5 millió forintos pályázatot nyertek ennek a területnek a felszámolására. Nem csak napsütésben szedte a szemetet közel 20 munkás, hóesésben is dolgozott a homlokrakodó, és két tehergépjármű, hogy alig 3 hét alatt karácsonyra tiszta legyen a terület. 300 köbméter hulladékot szállítottak el a kisvárai lerakóba. A támogatási keretből még maradt fedezet az utolsó darabok elszállítására is, a legfontosabb azonban az illegális lerakók létrejöttének megelőzése lenne. Próbáljuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ne szemeteljünk. Ezért is volt az, hogy 19-ben én megengedtem, hogy egy helyre hordjuk a törmeléket, amit a lakosság nem tudott vele mit kezdeni, mert mindenki jött hozzá, mit csináljunk, ugye amikor vihar volt. És akkor jó, hát rakjuk le akkor egy helyre, tehát ne szórjuk szét a településen, és ez jellemző is, hogy nincs szétszórva Nyíkarászba szemét. De ezt se tudjuk hosszú távon megoldani, hogy azt mondom, hogy megnyitok egy területet, és akkor ide rakjuk le, mert utána azt valakinek onnan el kell szállítani. Sajnos nekünk pedig arra keretünk nincs. 2021-ben a közmunkaprogram keretében beszerzett az önkormányzat egy billencset a kis teherautóhoz. A tervek szerint a későbbiekben ennek segítségével hetente egyszer akár el is szállítanák a lakosságnál keletkezett hulladékot.